Mari néninek kezdetben még nehezére esett visszaemlékeznie fiatalságának éveire, de ahogy egyre többet beszélgettünk, ő is egyre jobban belemelegedett a mesélésbe. Bár tudtam, hogy annak, amit édesanyám leírt, volt némi valóság alapja, most elcsodálkoztam, hogy Mari néni történetében is sok olyan esemény és személy szerepelt, melyekről a regényben már olvastam. Mari és Rozi 1836-ban jutottak árvaságra, és ezután szegődtek el a billegi csárdába. Anyám is kislányként veszítette el az édesanyját. 1836-ban Bécsben élt, és már egy éve menyasszony volt, de nem szerette a vőlegényét, akit szigorú apja jelölt ki számára. Nem szerette a császárvárost sem. Sokkal jobban vonzódott édesanyja magyar rokonaihoz. Könyvének harmadik fejezetében írja le, hogyan szökött meg Bécsből. Kezdhetjük, Mari néni. Hol vagy, Etelka? Már indulnunk kellene. Beeilj dich, wir fahren gleich. Micsoda bolond ötlet. Nekivágni ennek a hosszú útnak kíséret nélkül. Mit fog szólni az édesapja, megtudja. Jaj, Etelka! Jövök már, jövök! Hát az meg minek neked? Minek? Mert a bakonyon keresztül megyünk, és ott mindenféle haramiák vannak. Vannak ott kanászok, meg betyárok, meg csikósok, meg pandúrok. Van ott valami harami a vezér, valami Sóbri nevű. Nem is értem, kisasszonykám, miért kell nekünk most egyáltalán elutazni? Szegény nagyapát olyan rég nem látogattam meg, és nincs semmi, ami Bécsben tartson. Ha a vőlegényem elutazott, hát elutazhatok én is, ha kedvem tartja. Csak nem fogok itt búslakodva várni rá. Na jöjjön, menjünk! Képzeld, Antónia, mit hallottam az imént a fogadónál, amikor a lovat váltottuk. Azt mesélik, hogy ez a bizonyos Sobri nevezetű haramia vezér megvámolta az utazókat. Borzalmas. A múltkor meg a Keszthelyi úton a pandúrokat szalasztotta meg. Elvett tőlük mindent. Pedig lőttek is. De azt mondják, ennek a Sobrinak még a golyó sem árt. A kocsmárosné meg azt mesélte, hogy egyik éjjel bement a Himódi Molnárhoz, az meg nem akarta nekik odaadni a pénzt. Na, kapott is tőlük. Úgy elagyabugyálták, hogy egy hétig föl sem bírt kelni. Én nem vonakodnék, ha minket megtámadnának, én odaadnék mindent önként. Nehogy valami erőszak esik. Jaj, Etelka! Itt zögykölödünk már két napja, és még ezeket a rémes históriákat is hallgatnom kell. Ha jól emlékszem, nem én akartam Veszprémbe utazni. Most már nem tehetek más, mint hogy imádkozom az én drága Istenemhez, hogy ne essék semmi bajunk. Ítélet! Bab János dezertőr büntetése! Csinálja ezt a franc ebben az időben! Te! Hajtsa végig a parancsot! Te! Mit mondtasz, te? Csinálja! Ítéletet végrehajtani! Indulj!
Lányok teljesen bőrű láttak. Nincs semmi baj. Az úton két rablóbat átisztunk, és elkötötték a lovakat. A kocsi ott várakozik az erdőben, és az öreg Bálint bácsi vigyázza. A pátára jövő úton egy órányira innen. És nem akármilyen rabló volt, hanem maga a híres Sobri. Miféle Sobri? Hát ez ő miféle szerzet? És te honnan ismered ezeket a bakonyi haramiákat? Tóni. Éppen most ismerkedtem meg az egyikkel. És azért tudom, hogy híres volt, mert az egész úton az ő tetteiről meséltek a fogadókban, ahol megálltunk. Nagyapa, mikor járt itt legutoljára az utcán? Én már nem járok az utcán, csak templomba megyek. És meg kell, hogy mondjam, ez a rabló igazán gálláns volt. Csak etelk a pénztárcál kellett neki, meg a lovakat kötötte el. Azonnal megírom Zsuzsanna nénémnek Pestre, meg a barátnémnak Bécsbe is. Hát pukkadjanak meg, micsoda jóképű haramiával találkoztam. Gálláns, meg jóképű. És a jegygyűrűjét kivette el Antónia. Az olyan gálás tett volt. Az a vacak gyűrű. Majd kapok helyette másikat. Nagyon fog magának örülni a szolgabíró úr. Kevés olyan rendes ember van, mint maga. Én mondani fogom a szolgabíró úrnak. Az emberek nem értik meg, hogy a közbátorság szempontjából mennyire fontos az, hogy együttműködjenek velünk, és hogy jelentsék a gyanús jellegű egyének mozgását. Hát a korcsmárosok azok meg egyenesen cimborálnak a haramiákkal. Rejtegetik őket. Nem vagyok én olyan ember, kérem. De úgyis cimborámlok velük, hanem nagyon is félek tőlük. Hát ugye megtudják, hogy itt voltam maguknál. És tehát ne radd nagyon. Jöjjön, mert megyünk. Nem felejt el, ugye, a jutalmat. Persze. Na, maradjon itt marad. Ahogy megbeszéltük, itt marad, majd szólok, jó? Addig itt marad. Ja. Mindent úgy csinál, ahogy mondtam. Ja. Értető? Értettem. Szűcs! Végre valami eredmény, Stettner. Ügyesen felhajtotta ezt a kocsmárost. Na jöjjön. Igyék egyet. Jöjjön már. A szilvórium orvosság, hadnagy. Higgyon csak. Nem, köszönöm. Stettner. Igyék. Oh.
Mondja csak, milyen korúnak véli maga ezt a Sobrit? Én 40-esnek gondolnám. 40-esnek? Nem hinném, hogy fiatal. 40-es. De a Toldalagi gróf azt mondta, hogy valami fiatal, szép legény nevezte magát Sobrinak. Aki kirabolta az unokáját. Na mindegy. Hívja be azt a kocsmárost. Járjunk a végére. Nincs! Jöjjön be! Ezt neked hoztam, Rozi. Ha elfogadod. Ha nekem hoztad, elfogadom. És én? Nekem mit mond? Csak a Rozi a maga mindene, Sobri. Hisz egyformák vagyunk, mint két tojás. Nézd, milyen szép gyűrűt kaptam. Hát ezt meg honnan szedte? Két bécsi úri kisasszony csarcoltunk meg a pápai úton. Szépen ideadták minden pénzüket, na meg ezt a kis gyűrűt is. Csinosak voltak? Fele olyan szépek se voltak, mint ti. Szerinted is? Hát azért ez a szőke kisasszony igencsak szemre való volt. Micsoda? Na jó, azért ti még szebbek vagytok. Ezt meg ne próbálja még egyszer. Biztos, hogy ott van a kastélyben a pénz. Jóska azt mondja, egész ládával találunk ott. Honnan tudja azt a Jóska? Kacor meg a Flórián hallották a veszprémi vásárba, hogy a kónyi uradalmi kasztár most adta el a búzát. Ott van az egész a kastélyban. Csak érte kell menni mi hamarabb. Csak érte kell menni, pajtás. Aztán majd csak úgy adagyák szépszerivel. Akkor mi minek öntjük itt a golyót? Hogy legyen mivel nyúlra lovöldözni. Amire én a késemet fenem. Hogy legyen mivel nyúlat megnyúznod. Csak a biztonság kedvéért. Na, gyerünk. Indulunk, Mirfajt. Induljunk. Megjött Görhes a lovakkal. Mi napnyugat felől érkezünk, és hátulról jövünk majd. Te a falu felől gyere. Mi megkötözzük a béreseket, mire odaértek. A fegyverekkel óvatosan. Hívja vissza a papjaskát, Kent. A testvérét, a papjancsot. A szolgabíró hótra vesz őt. Hogy mondtad? Vigyázz, mit beszélsz. Bajtozol rám meg a többiekre. Ne feledd a fogadalmadat. Soha sehol senkinek nem mondjuk el a régi nevét. Az öcsét sem. Értetted, ugye? Az öccse volt, aki meghalt. Egészen bizonyos, a saját szememmel láttam. Ismerem már kölök kora óta, a szomszéd faluban lakott. Ennyit kapott, hogy belehalt? 200 vessző volt az ítélet. De én mondom, az a szolgabíró nem volt ember, hanem maga az ördög. 200 vesszőnél az a szerencsétlen jóval többet kaphatott. A szolgabíró meg csak kivöltött, hogy üssétek, üssétek. A végén meg már ő is ütötte a saját kezivel, hogy ott tögölt volna meg. Majd én megmondom neki. De nem most. Gyerünk! Isten hoztak egyenletet. Lehetek az úr szolgálatára valamiben? Bölöni könyvét ígérte nekem.